Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Ami az igazgatót illeti, nem vagyok benne biztos, sőt, meggyőződésem, hogy nem az miatt lett leváltva, mert rosszul vezette a céget, és nem a 20 moped véget lett leváltva, hanem azért lett leváltva, mondjuk ki, azért lett leváltva, mert rossz politikai opciót választott. Tehát belépett a magyar mozgalomba. Tehát erről beszéljen, ügyvéd úr! Nem azért leváltva, mert 20 rossz mopedot vett. És nem biztos, hogy ő volt az, aki a 20 mopedot megrendelte. Lehet, hogy valaki más. De ő adta az aláírását. De ha maradt volna a VMS-nek a tagja, akkor mai napig is ott ülhetne a helyén. Mint ahogy én is ott ülhetnék hajdújáráson a helyi közösség elnökeként, hogyha azt választottam volna, hogy maradok továbbra is a VMS tagja. Nem számít, hogy mit gondolok, nem számít, hogy mi a véleményem, nem számít, hogy az elmúlt 20-30 évben mi mindent tettem le az asztalra, vagy tettem le az asztalra. Képviselő, kérném, hogy a témáról beszéljem. A témáról beszélek, elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy figyelmeztetett. Csak arra szeretném kérni önt is, hogy ne csak minket figyelmeztesse erre, mert nagyon sok alkalommal... Legyen szíves, térjen vissza a témára, és visszatérjek a témára, az ideje, arra kérem magát, hogy egy kicsit nyugodjon meg, nem lesz semmi problémája, vegyen mély lélegzetet, és hogy csinálják, és minden rendbe fog jönni. Úgyhogy arra kérem önöket, hogy beszéljenek őszintén, beszéljenek azokról a dolgokról, amik megtörténtek. Nem az volt a gond, hogy az igazgató az rosszul dolgozott. Az volt a gond, hogy rossz opciót választott. Mint ahogy mi is. De az az ember, tehát rá lehet mindenkire mondani mindent. Nem lett az az ember azzal se jobb, se rosszabb. Azok a dolgok, hogy ki milyen ember, az nem attól függ, hogy melyik pártnak a tagja, hanem attól függ, hogy milyen, jó vagy rossz. Én ezeket az embereket így osztom föl. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ennyire türelmes volt velem szemben, és elnézést.